Szevasztok! Ebben a videóban egy olcsó 4K-s akciókamerát szeretnék bemutatni. Én a Sennheiser 3Cam 4K04VR kamerát választottam. Azért ezt a kamerát választottam az olcsók közül, mert egyedül ennél a modellnél volt 16 megapixeles főkamera, illetve ennél a modellnél két akkumulátort kapunk rögtön. Bár külön is lehet hozzá venni, de úgy voltam vele, hogy ha ugyanabban az árban kaphatok plusz akkumulátort, akkor ezt választom. A kameráról, amit tudni kell, azokat az adatokat felolvasom. 16 megapixeles a főkamerája, 170 fokos látószöggel rendelkezik, 60 méterig vízálló, képes slow motion rögzítésre, ami a lassított felvételt jelenti. Akkor használhatjuk PC kameraként, tehát ez azt jelenti, hogy ha összekötjük egy számítógéppel, akkor rögtön egy webkameraként működik. Van benne beépített mikrofon is, ezáltal teljes értékű webkamera. 64 GB-ig kezeli a microSDHC kártyákat, viszont nem tartozik hozzá, azt mindenképp nekünk kell venni hozzá külön. Amit már említettem, két darab akkumulátorral adják. Micro USB, illetve Micro HDMI csatlakozóval van ellátva. A Micro HDMI-vel okos tévére tudjuk kötni, így rögtön azon is látjuk a kamerának a felvételeit. A videó felvételek közül képes rögzíteni 4K-ban 30 fps-sel, 2,5K-ban 30 fps-sel, Full HD-ban tud 30, illetve 60 fps-sel, illetve 1280x720-ban tud 120, 60 és 30 fps-sel. Számomra még fontos volt, hogy MP4 formátumban menti a videókat, ezáltal sokkal könnyebb utána kezelni őket számítógépen. A kamerát egy ilyen vízálló tokban kapjuk. Szerintem nagyon praktikus, mert ezáltal egy kicsit ütve van a, vagy védve van az ütések ellen is. Itt mutatja a kis nyíl, hogy hogyan lehet ezt levenni róla. Ebből kivesszük. Maga a kamera nagyon kicsi, összesen 53 g, tehát így körülbelül egy ujjnyi nagyságú. Tartozékként rengeteg dolgot kapunk. Kapunk hozzá egy töltőt. Én ezt már előzőleg feltöltöttem. Kapunk hozzá kis öntapadó kétoldalú matricát, illetve különböző tartókat. Pántokat. Ezekkel a pántokkal tudjuk karra, illetve biciklire, bármilyen mozgótájra rögzíteni. Kapunk hozzá egy pót hátlapot, hogyha esetleg megsérülne a vízállótokhoz. Egy csiptethetős tartót, törlőkendőt a kijelzőhöz. Másfajta csiptetős tartót, gyors kötözőket, újabb tartót. Ezzel biciklire vagy bármilyen csővázra lehet rögzíteni. Hozzá ezt egy olyan irányítót, amivel tudunk karról vagy bármire rögzítve fényképezni, illetve felvételt indítani. Például ezekkel a tépőzárosokkal, hogyha ezt felrögzítjük, akkor utána már könnyebben tudjuk irányítani a kamerát. Kapunk hozzá egy ilyen adaptert. Ezzel könnyen lehet hagyományos telefontartókra rögzíteni a kamerát, csak kicsavarjuk, és akkor már is át lehet alakítani, és akkor el a kamerát tudja tartani.
ez egy újabb tartó, ami kompatibilis bármelyik ilyen tartóval. Ezek szintén ilyen öntapadós, ilyen csúsztathatós, ezekhez a csúsztatósokhoz való tartók. Valamint, amit már említettem, a plusz akkumulátor. Kamerán összesen 4 gomb van, elő van egy bekapcsoló, illetve egy mód gomb, felül egy OK gomb, és oldal van egy felle gomb. Valamint itt látható a memóriakártya foglalat, a micro HDMI, illetve a micro USB. Itt látható a kamerának a beállításai. Jelenleg egy 4 GB-os kártyát raktam bele a tesztelés céljából. Mód gombbal tudjuk állítani, hogy milyen felvételt szeretnénk, illetve be tudunk lépni a beállításokhoz. Itt a felle gombokkal tudjuk változtatni őket. Illetve a mód gombbal tudunk jobbra menni a menüben. Állíthatunk még nyelvet, dátumot, formázhatjuk a memóriakártyát, illetve ki tudunk lépni. A készülék még alkalmas, vagy a készülékben van beépített wifi, aminek segítségével, hogyha csatlakozunk a mobilunkra, akkor a mobilon is látjuk a felvételt, illetve azon is tudunk beállításokat végezni. Most szeretnék nektek mutatni videót arról, hogy mozgás közben milyen a kamera, illetve megpróbálom összehasonlítani a felvétel minőségét a saját telefonommal és a kamerával.